A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! A Mi és a Mi, azaz Mi és a Mesterséges Intelligencia műsorunk második beszélgetésében ismét Molnár Dr. László Andrea a vendégünk a stúdióban, aki maga hozta nekünk ezt a témát, és építettünk fel együtt egy beszélgetés sorozatot, egy műsor sorozatot a mesterséges intelligenciáról. Köszönöm, hogy ismét itt van velünk a stúdióban. Az előző adásban kicsit talán így fogalmi szinten tisztában is tettük, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, illetve mióta van jelen ennyire erősen az életünkben, egyébként sokkal régebben, mint gondolnánk, de ugye mostanában tényleg nagyon felfutott ez a téma. Még mindig egy kicsit talán így a bevezető részben maradva arról kellene beszélnünk, hogy valójában mi mindenre képes a mesterséges intelligencia, azokról a félelmekről, hogy eluralja, sőt majd le is győzi az embert, és nem lesz rá szükség egy idő után, mármint a mesterséges intelligenciának az emberre, és helyette hoz döntéseket, ezekről beszéltünk, de nyilván jelen pillanatban ott tartunk, hogy optimális esetben használni tudjuk a mesterséges intelligenciát, mégpedig egészen elképesztő, és talán el nem is képzelhető módon. Valójában mire képes a mesterséges intelligencia? Mi az, amiben ki tudja váltani az embert? Na, azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának, meg egyáltalán a technológiának a legnagyobb győztese manapság az egészségügy. Tehát például annyira jó a képfelismerő ismerete, tudása. Nyilván nem a mindenki által ismert ChatGPT-nek, vagy sokak által ismert, és nyilván nagyon sok adatot kell betáplálni. De annyira jó például a képfelismerő, diagnosztizáló képessége, hogy például a mellrák felismerésében nagyon pontos. A mellrákkal kapcsolatban az volt a probléma, hogy nehéz volt megkülönböztetni egy idősödő nő mellszövetét egy rákos nő mellszövetétől, és nagyon sok esetben az volt a protokoll, hogyha úgy gondolta a radiológus, hogy nem nagyon tudja eldönteni, akkor inkább pozitívnak vélte azt a szövetet, mert sokkal kisebb rizikót rejtett magában, hogy például levették azt a mellett, vagy kezelték, mint hogyha azt mondta volna, hogy negatív és tévedés, akkor ne adj Isten, tényleg a beteg halálát okozza akár hónapokon belül. Tehát például ez egy nagy probléma volt, meg még sokszor van is. De a mesterséges intelligenciának rengeteg rákos mellszövetet tanítottak meg, és most már ott tartunk, hogy borzasztóan nagy precizitással felismeri a rákos mellszövetet. Ugyanúgy volt például, még mindenki emlékszik a Covid-ra, amikor kitört a Covid, és akkor elkezdődött, hogy hogyan teszteljük, hogyan fogjuk kitalálni, hogy ki a Covidos, ki nem. Talán még emlékszünk rá, hogy kezdődött ez úgy, hogy kijött a mentős, és akkor teljes szkafanderbe, és akkor fölvette a mintát, egészen odáig, hogy mi elmentünk, meg a mai napig is elmehetünk a gyógyszertárba, és különböző teszteket vásárolhatunk. Na, például a mesterséges intelligenciának megtanították, hogy milyen egy Covid köhögés. És akkor ez egy borzasztó egyszerű, diagnosztizáló eszközzé vált, olcsó volt, gyors volt, hatékony volt, hogy meg tudta különböztetni a Covid köhögést a nem Covid köhögéstől. Abban a stádiumban még nem tudta megmondani, hogy aszmás köhögés, vagy tuberkulózisos, vagy milyen köhögés, csak azt tudta, hogy Covid, vagy nem Covid. De például az egészségügy egy óriási győztese ennek a folyamatnak, azt gondolom. De bocsánat, az egészségügynél maradva, ugye itt arról beszélünk, hogy ha diagnózisról van szó, és megint csak arra hivatkozom, hogy amiről az előző részben is beszéltünk, hogyha irdatlan mennyiségű, meglévő és megtapasztalt adathalmaz feldolgozása és az ebből következő következtetések leszűrése, ez erre nyilván képes a mesterséges intelligencia, de már vannak olyan hírek is, hogy nem csak a diagnózisban, hanem a gyógyításban is közreműködni fog, és hogyha bizonyos területeken már a robotizáció kezdetétől félünk attól, hogy az ember munkáját elveszi majd, akkor talán ott vagyunk még,
hogy nem sokan tudják elképzelni, hogy mondjuk egy orvos munkája helyettesíthető lesz-e mesterséges intelligenciával, miközben már olyan hírek is vannak, hogy akár műteni beavatkozást végrehajtani is sokkal precízebben és pontosabban fog a mesterséges intelligencia, és ez már jóval túlmutat azon, hogy egyébként jó diagnózist állít fel. Így van. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szakmák, és ez az én szememben ezek az ősi szakmák, amik a Bibliában is megtalálható, amik változni fognak, változtak az idők során a technológia hatására. Gondolok például az orvosra, vagy a tanárra. Mindig is volt tanár is, orvos is. Nem gondolom, hogy az orvos munkáját el fogja venni a mesterséges intelligencia. Azt gondolom, hogy igen, a technológia meg fogja változtatni, úgy, ahogy megváltoztatta a fogfúrógép is a fogorvos munkáját, meg nem tudom, hát óriási meg a CT, meg az ultrahang, meg a nem tudom én micsoda. Tehát ahogy a technológia jött és gazdagította az orvostudományt, egyértelmű, hogy egészen másképp kellett diagnosztizálni egy 17., 18. vagy egy 20. századi orvosnak, egészen más adatok álltak a rendelkezésre, más tünetek, másból kellett kiindulni, és másból kellett következtetést levonni. Tehát azt gondolom, hogy ez most is így lesz, hogy más... Tehát több segítséget fog kapni. Esetleg a radio, tehát amit jósolnak, ezt prognózisokból mondom, tehát nem az én találmányom. Prognózisok azt mondják, hogy a radiológusoknak a munkáját esetleg elveszi, vagy nagyon nagy mértékben befolyásolja, de hogy egy fogorvos munkáját, vagy egy szülésznőgyógyász munkáját nem fogja elvenni, ez teljesen biztos. Az, hogy meg fogja változtatni, hatással lesz rá, hogy az új technológiával új megközelítéseket kell majd alkalmazni, és esetleg mondjuk globálisabban látni az emberi szervezetet, az biztos, de nem gondolom, hogy az orvos munkáját elveszi. Hát ez az a kérdés, amiről nyilván még nem fogunk tudni itt igazságot tenni, és majd, hogyha egy-két év múlva beszélgetünk esetleg ugyanerről a témáról, akkor majd kiderül, hogy így volt-e vagy sem, mert mindesetre való igaz, hogy régen nem volt mondjuk fúrója, akár ugye számítógép vezérelte, vagy elektromos eszköze a fogorvosnak, de mai napig az ő kezében van, és a kérdés az, hogy ez meddig marad így, mert könnyen elképzelhető, vagy legalábbis nem, ma már nem esik a elképzelhető világunkon kívül, hogy az a mesterséges intelligencia, amely halálpontosan diagnosztizál egy betegséget, az azt akár műteni, gyógyítani is képes legyen. A kérdés, hogy meddig látjuk ebbe benne az embert magát. De más területre térve, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert itt adás előtt pont beszélgettünk, és említette egy példát, hogy az olyan területeken, ahol elképesztő mennyiségű adathalom áll már rendelkezésünkre, és ezt használják ki, sőt, erről szól adott esetben egy tudomány vagy egy terület, hogy tudod használni mindazt a hihetetlen mennyiségű precedens, tudást, anyag, információ halmazt, ami eddig felgyűlemlett. Ott ez még nagyobb segítség lett, a jog, ugye tipikusan ilyen terület. És hát ön említette, amikor itt beszélgettünk adás előtt, hogy például az amerikai bírósági gyakorlatban, ugye Amerikában precedens jog van, filmekből tudjuk, hogyha egy 140 évvel ezelőtti háztöm körüli perpatvarba hoztak egy ítéletet, azt a mai napig fel lehet használni egy másik ítéletben. Tehát ez a precedens jog, ez például olyan mennyiségű információ és adott halmazzal dolgozik, amiben biztos, hogy előbb-utóbb a mesterséges intelligencia valamiféle könnyítést vagy változást fog hozni. Így van, Amerikában én úgy tudom, tehát azt olvastam, nyilván nem voltam ott, nem láttam, de azt olvastam, hogy például a bírói gyakorlatban már bevezették, és van-e mögött egy nagyon érdekes kutatás egyébként, mégpedig az, hogy pontosan így, tehát hogy nincs olyan szintű törvénykezés, mint nálunk, hogy például ellopok egy tyúkot, akkor az 3-6 hónapig terjedő börtönre ítélendő. Ezért csináltak egy olyan kutatást, hogy kiadtak bíróknak eseteket, és megkérték őket, hogy ítélkezzenek felette, és mondjanak ítéletet, és ők milyen ítéletet hoznának. Kiadtak X bírónak, az X bíró X-10 verziót mondott, tehát hogy egyáltalán nem volt semmiféle összhang a bírói ítéletek között, ami ugye azért annyira nem jó elítélt szempontjából, de
tovább mentek, és ugyanezt a kísérletet megismételték, és a bíróknak, ugyanazoknak a bíróknak ugyanaz ezt az esetet kiadták egy fél év múlva, hogy hozzanak ítéletet, és azt vették észre, hogy ugyanaz a bíró egészen más ítéletet hozott. Mert nagyon sok minden befolyásolhatja. Például a bíró ítélkezést olvastam ilyet, hogy ha például egy újságíró megszólítja a bírót a folyosón ítélkezés előtt, hogy ugye nem lesz nagyon szigorú az áldozattal, vagy ugye ön is úgy gondolja, hogy ez ennyi meg ennyi büntetést ér, ezzel már manipulálni lehet a bírókat, mert ugye ők is emberek. Most ez annyira nem jó, ha belegondolunk egy demokráciában, abban, hogy hiszünk az egyenlőségbe, nem annyira jók ezek a bírói gyakorlatok. Emiatt kitalálták azt, hogy mesterséges intelligenciával, pont ezt a rengeteg precedens, ezt a rengeteg adatot mesterséges intelligenciával nézették át, elemeztették ki, és most már mesterséges intelligencia az, ami javasol a bírónak egy ítéletet. Tehát ugye náluk az van, tehát annak alapján hoznak többek közt ítéletet, hogy az ember, akit el akarnak ítélni, mennyire lesz a büntetés hatása után, tehát a büntetés kiszabása után a társadalomra káros vagy veszélyes vagy nem. És ugye az előítélet mindenhol működik, meg vannak tapasztalatok, meg egyébként is. Nagyon sokszor úgy döntenek a bírók, hogy a fehér, fiatal, tanult, vagy éppen egyetemista bűnözők, vagy éppen bűnösök. Máshogy ítélik meg, mint a fekete munkanélkülinek a fekete munkanélkülieket, mert hogy az kevésbé lesz káros a társadalomnak, nem fog visszaesni, nem lesz. Most ez egyszer megbotlott szegény, hát most bocsássunk. Amire amúgy vagy van garancia, vagy nincs. Így van, bocsássunk meg neki, egyszer megbotlott, míg sokkal nehezebben bocsátanak meg például egy fekete munkanélkülinek, tanulatlan munkanélkülinek. És akkor a mesterséges intelligencia csinált egy statisztikát tulajdonképpen, és ő javaslatokat ad a bírói gyakorlatban, hogy mi az, ami büntetésként elfogadható. Ezzel így megpróbálták így kiegyenlíteni ezt a borzasztóan ingoványos mérleget. Nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként valószínűleg akik a jogot hivatásként űzik, talán arról, amiről az imént beszélt, úgy határozok, hogy valamiféle alkotói szabadság, ott, ahol nincs nagyon szigorúan szabályozva, és nyilván, ha nem is helyes, hogy mondjuk a bíró napi hangulata döntse el, hogy 5 évre vagy 15-re ítél valakit, de ezt a fajta mérlegelési szabadságot meghagyja az a jog a bíróknak. Kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ezzel mit tud kezdeni, hiszen neki az lenne a dolga, hogy például ezt is beépítse a saját tudásába, hogy valamiféle mérlegelési vagy szabadságfoki lehetőség van ebben az egészben. Ez is mutatja, hogy azért ez egy rettentően összetett kérdés, és nem lehet csupán csak a precedensek végtelen halmazának az adat feldolgozásával elintézni. És ami még eszembe jut ezzel kapcsolatban, ha már ez az adás arról, hogy mennyi, hányféle területen lehet felhasználni, és arról beszélünk, hogy ilyen száraz témákban, mint a jog, meg mint a szigorú törvények által szabályozott, ezek pont homlok egyenest ellenkezője a művészet például. A művészetben nincsenek törvények, nincsenek szabályok, sőt, általában a legnagyobb művészek mindig valami ellen, valamivel szemben, valamit felforgatva és újra gondolva váltak ugye igazán meghatározóvá. Mégis más se hallunk, mint hogy a művészetben is most már óriási szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Így van, de még egyetlen nagyon rövid gondolat elejéig visszatérnék a jogi kérdésekre. Egyébként a prognózisok azt mondják, hogy leginkább, tehát a magasan képzett társadalmi rétegek közül a mesterséges intelligencia jogra lesz hatással, mert hogy például az ügyvédeknek az a munkája, amikor szerződéseket írnak, meg kötnek, ez egyértelműen kiváltható lesz. Nagyon hálások lesznek érte szerintem. Úgyhogy az biztos, hogy a prognózisok ezt mondják, hogy igen, erőteljes hatással lesz a jogi területre, igen. Visszatérve a művészetekre, hát igen, tehát hogy az egy döbbenetes dolog, hogy a mesterséges intelligencia komponál, a mesterséges intelligencia képeket alkot, akármilyen stílusban is, regényeket vagy novellákat ír. Japánban például volt egy olyan eset, hogy irodalmi díjat kapott egy mesterséges intelligencia által írt novella, mert hogy annyira jól sikerült, és nem tudták, hogy mesterséges intelligencia írta.
Amikor az első képet generálta egy mesterséges intelligencia, akkor azt csilliárdokért árverezték el, tehát óriási költsége volt. És aztán nem tudom, hogy hallott-e, vagy hallottak-e a kedves nézők olyan műveket, amit mesterséges intelligencia komponált. Tehát erre is van már példa, sőt, mi magunk is tudunk generálni zeneművet. Most egy hete volt ugye hír, hogy a mostanában igencsak felkapott és minden hírben szereplő Azaria stílusában létrehoztott a mesterséges intelligencia egy dalt, amit hát nyilván Azaria rajongói felismernek, hogy nem az övé, de valóban gyakorlatilag villámgyorsan bárkinek a stílusa leutánozható vele. Így van, ami nem mindig annyira nagyon rossz, mert például én, amikor kicsiket tanítok, mert tanítok egész kicsiket is, nem csak gimiseket, tehát a kicsiknek, mikor akarok egy szerkezetet gyakoroltatni, akkor a ChatGPT-vel iratok egy kis aranyos verset kicsiknek, és azt megzenésítetem egy másik mesterséges intelligenciával, ami nekik nagyon jó, mert a szerkezet, tehát hogy belemászik a fülükbe az adott szerkezet, így van, és akkor teljesen személyre szabottan tudok nekik kínálni valami tananyagot. Tehát nem mindig rossz az, amikor erre képes egy mesterséges intelligencia, de az is biztos, hogy ijesztő is tud lenni akár. Hát szerintem az egyébként már-már filozófiai kérdés, hogyha az ön által említett példában a mesterséges intelligencia ír egy novellát, és az annyira jó, hogy akár az értő zsűri vagy irodalomtudósok díjazottnak ítélik, akkor valójában ez rossz-e? Mert az alkotás, bárki alkot is, a mesterséges intelligenciára még tényleg sokan úgy tekintenek, hogy semmi más nem tud, csak amit az ember már egyszer létrehozott, azt leutánozni sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban edett esetben megcsinálni, de abból a tudásból, ami az emberé. De mégsem tudom azt gondolni, hogyha valaki ír egy novellát, legyen az ember vagy mesterséges intelligencia, az egyik vagy a másik az alsóbrendű, ha az valóban értékes mű. Féltjük az ember kozmikus rangját, mondom még egyszer, vagy nem először már ebben az adásban, hogy mi tudtunk ilyeneket csinálni, és senki más. De nem tudom, hogy meddig lesz az, hogy egyrészt, hogy felismerik, hogy mesterséges intelligencia csinálta, másrészt, hogy ez valóban tekinthető-e alsóbbrendűnek csak azért, mert nem emberi agy áll mögötte. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen tekinthető alsóbbrendűnek. Nyilván, hogy rossz az az érzés, hogy az írók, akik eddig írtak, és azért kellett hozzá egy múzsa, meg kellett hozzá egy kreatív idő, állapot, stb. Tulajdonképpen az ő munkájukat pikpak más is tudja, meg tudja ismételni, és azt a produktumot tudja produkálni. Ilyen szempontból biztos félelmetes és negatív és nem jó. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben felgyorsítja az ember életét, megkönnyíti az ember életét. Más nem mondjak, talán így négy szem közt elmondhatom, hogy nemrég kaptam egy PPT-t, ben vagyok egy nemzetközi mentorálós programba, én vagyok a mentor, és a mentoráltam küldött egy PPT-t, ez egy ilyen módszertani dolog volt. Átnéztem, láttam a hiányosságait, de még nagyon sok feladatom volt aznap. És ha én írtam volna meg neki a levelet, akkor megírtam volna, hogy ez a PPT nagyon jó, ez hiányzik, és a lista. Ugyanezt megírtam a mesterséges intelligencia, megkértem a ChatGPT-t, hogy ez a véleményem a PPT-ről, légy szíves, írj egy szép levelet. Míg ő írta a szép levelet, addig én naplóztam az óráimat, meg föltettem egy kávét, meg lett a szép levél, arról szólt, hogy ez a PPT nagyon jó, és akkor ott hosszan sorolta, de hogyha még színvonalasabbá akarjuk tenni, akkor belevennénk ezt, a célközönséget még érdekelheti az, és a nem tudom én mit, tehát nagyon szép kis levelet hozott belőle össze. A szépet úgy értem, hogy nem volt annyira rideg és elidegenítő, hogy ott a lista, és akkor ezt még írjuk bele. Nem gondolom, hogy ezzel bűnt követtem el. Tehát nagyon sok esetben az ember életét megkönnyíti. Nagyon sokat fogunk beszélgetni még szerintem ebben a műsorban arról, hogy valójában az, ahol
tényleg az ember a saját munkáját megkönnyítendő, vagy akár az átcsoportosításokat, a határidőket kicsit tágító dolgokra tudja használni. Annak szerintem valószínűleg tényleg semmilyen etikai vonzata nincs. A kérdés tényleg az, hogyha valaki arra használja, hogy esetleg idegen tollakkal ékeskedjen, vagy babérokat avasson le, mert kétségtelen Hemingway stílusában is meg lehet írni akár egy házi fogalmazást is, és nem biztos, hogy a tanár rá fog jönni, hogy ezt az egyébként tehetséges Petike írta. És ezzel egyébként el is érkezünk oda, ahonnan akkor a következő adásban folytatjuk, mert beszéltünk ugye száraz ismeretanyagról, azoknak a felhasználásáról, beszéltünk művészetről, valahogy a kettő határán vagy találkozásánál van az oktatás, ami egyrészt egy csodálatos hivatás, másrészt pedig nyilván egy mindennapos, nagyon kemény munka. Úgyhogy az, hogy az oktatásban hogyan használható a mesterséges intelligencia, és hogyan találkoznak ezzel a gyerekek, és hogyan viszonyulnak hozzá a mai világban, erről fogunk akkor a következő műsorokban majd beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.